hogyan indult a sportkarriered, milyen szerepet töltött be gyerekkorodban a sport? Hát egy elég örök mozgó gyerek voltam, és már általános iskolában is már sporttagozatra jártam, illetve szerintem ilyen 4-5 éves voltam, amikor szüleim már levittek úszni. Úgyhogy én így indult így a sportolói pályafutás. Aztán az iskolában ugye, mivel sportozatos voltam, ott elég sok sportot ki kellett próbálni, vagy nem is kipróbálni, nem kosárlabda mérkőzések jártunk, kézilabda mérkőzésekre, atlétikára jártunk, szóval hogy állandóan versenyre jártunk. Úgyhogy már egy gyerekként így megtapasztaltam, hogy milyen versenyezni, és ez így mindig így magával ragadott, szóval imádtam mindig ezeket a tét helyzeteket. Ilyen izgulós srác voltam egyébként. De hogy általában ez a jó izgalom, szóval, hogy tudtam, hogy ha nem izgulok versenyt, akkor ott baj van. Akkor ez nem fog sikerülni. Úgyhogy így indult, és tudom, hogy kosárlabdáztam, vízilabdáztam és kajakoztam, ezt a hármat csináltam egyszerre, és akkor nyilván az edzőm még kiszóltak, hogy de el kéne most már dönteni, hogy akkor mit csinálok, mert hogy ez így nem fog beleférni, mert hát a szüleim is nyilván mondták, hogy ez nem fog beleférni így az életembe. Aztán végül a kajak mellett tettem le a voksomat. És mikor lett ez élsport? Hát számomra már szerintem, hogy elkezdtem, szerintem egyből élsport lett. Szóval, hogy rá egy ősszel kezdtem a pályafutásomat, ott a Margit-szigeten az építőkben kezdtem el kajakozni, és nyáron már, egy következő évben már versenyem volt. És még tudom, hogy olyan kicsi voltam, hogy nem volt korosztályom, ezért az idősebbek között indultam, és ott sikerült nyernem, és akkor onnantól kezdve így teljesen így magába szippantott ez a kajak, meg a víz, meg a természet szeretete, és akkor eldőtt, hogy én kajakozni fogok, és az leszek. És mikor érezted először, hogy mondjuk ez nyomást jelent számodra negatív értelemben? A sport? Uh-huh. A vége fele éreztem azt, hogy már nem találom magam benne, nem az én közegem, kiábrándultam sok mindenből, sok mindenkiből, az egész rendszerből és akkor éreztem, hogy már teher, szóval hogy sokszor megfordult a fejemben, hogy és miért megyek le, meg miért csinálom, és az már egy rossz volt, az egy szenvedés volt. És mi volt az a változás a kettő között, ez a boldog víz, természet és sport, és az a negatív? Nem, az olimpia. Olimpia volt a vízválasztó, hogy addig imádtam, szerettem, és akkor itt az olimpia az meg egy olyan ilyen recsmegtörés volt, hogy onnantól kezdve így nem láttam ennek a szépségét, és nem tudtam élvezni. És nem volt az, hogy így valaki átsegítsen ezen a ponton. Szerintem így jól titkoltam ezt az egész dolgot, de bennem viszont ilyen óriási harcok dúltak.